Köszönjük szépen, és Bré Csaba, pszichológus nyelvész a következő vendégünk. Jó reggelt kívánunk, köszönjük jó szépen, reggelt, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon izgalmas téma következik, mert hogy azért a szülők hányszor mondják azt egymásnak, amikor odahajolnak a csecsemő meg a baba fölé, hogy de hát itt van apa, nézd itt a cumis üveg, és nem tudjuk eldönteni, hogy ebből egy csecsemő mondjuk mit ért, vagy mit nem ért. Na most ezzel kapcsolatban sok-sok kutatás van, jelenleg hol tart ez a kutatás? Mit érthetnek a csecsemők? A csecsemők vizsgálatában nagyon fontos, hogy közvetett módszereket használunk. Egy kisbabánál, néhány hónapos, 6-8 hónapos kisbabánál, amit ön kérdezett, tehát az a példa, hogy megérte valamilyen szót, csak úgy vizsgálható, hogy elé teszünk például két tárgyat, egy tárgynak a nevét mondjuk, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy melyik tárgyra néz-e. A véletlennél valószínűbben fog-e a cicára nézni, hogyha azt mondjuk, hogy cica, mint a kutyára. Kiderül, hogy 6-8 hónapos korban a gyerekek, mikor még nagyon messze vannak a beszédtől, már képesek 8-10 különböző gyakran ismételt kifejezés megértésére. Ennek elég nagy jelentősége van abban, hogy tisztázzuk, hogy a tényleges beszéd kialakulása előtt már milyen előkészítő tanulás megy végbe, például az anyanyelv hangrendszerének leképezésére. Ugye korábban nagyjából azt gondoltuk, hogy ilyen egyéves koruk körül kezdik el a gyerekek igazából megérteni alapvető szavaknak a jelentését. Ez mekkora áttörés, hogy most úgy tűnik, hogy jóval korábban értik már? Ennek nagyon nagy jelentősége van abban, hogy megértjük, hogy az első életében, amikor a gyerek még egyáltalán nem beszél, és nagyon sokféle társas tanulás és a tárgyakra vonatkozó tanulási folyamat megy végbe, tehát a kisbaba a korábban teljesen épp a némasága, a beszéd hiánya miatt teljesen passzívnak tartott lény nagyon aktívan próbálja meg a környezetet leképezni és kialakítani az alapvető tárgyi és emberi kategóriákat. Tehát ennek nagyon nagy jelentősége van abban, hogy megértjük, hogy az első életév maga már igen fontos tanulási szakasz az emberben. És az is legyen minden felnőtt fejében, hogy még, vagy miközben egy kisbaba ugye csak pár szót tud kimondani papa, mama a maga kis egyszerű nyelvén, ennél százszor, de több dolgot ő már ért és tud, csak nem tudja kifejezni ez beszéd szintjén. Igen, és ennek nagyon nagy jelentősége van abban, hogy hogyan tervezzük később például a bölcsődei oktatóprogramokat, egyáltalán mennyire éljünk a CEU kutatói ezt úgy nevezik, hogy a természetes pedagógia eszköztárával a tanítás rendszerében. Ennek a természetes pedagógiának a lényeges mozzanata, hogy a gyerek, és ez csak az ember gyerekre jellemző, különleges tanuló lényként jön világra, elvárja, hogy a környezet tanítsa, és amikor a környezet tanítja, akkor sokkal átfogóbban és sokkal rögzítettebben alakítja ki az új tudásait. Ön ugye nem csak nyelvész, hanem már pszichológus is, úgyhogy ezért menek öntől ilyet kérdezés. Lehet, hogy nagyon naív lesz a kérdés, de nekem rögtön ez jutott eszembe. Ameddig úgy gondoltuk, hogy a csecsemők csak úgy el vannak idézőjelben, és hogy nem nagyon értünk semmit a körülöttük lévő világból, az jó, akkor ők el vannak. De ha már mondjuk fél éves koruk körül értenek meg dolgokat, de nem tudják kifejezni magukat, tehát nem tudnak beszélni, ez nem okoz frusztrációt? Vannak-e ilyen vizsgálatok? Mert annyira adná magát. Nem okoz frusztrációt a baba számára? Igen, tehát hogy ő ért dolgokat, de még nem tud reagálni rá semmilyen formában, pedig adott esetben már idézőjelben akarna reagálni. Ő sokféleképpen reagál, például mosolyaival, azzal, hogy szemkontaktus, tehát kapcsolatot vesz fel környező személyekkel, tehát nem annyira reagálásképtelen a kisgyerek. Nem is tudnánk kutatni a viselkedését, ha teljesen reagálásképtelen lenne, csak a reagálás készletéből maga a természetes nyelv, a szavak világa, az aktív beszéd hiányzik. Igen, azt természetesen értem, csak hogy nem tudom, hogy nem dühíti-e őket. Ez én ahogy belegondolok. Nem? Nem igazán, nem. Hogy működik az agy fejlődése egy csecsemőnél? Ez egy nagyon átfogó, bonyolult kérdés.
tudjuk jól, hogy összehasonlítva más főemlősökkel, különböző majmokkal és emberszabásúakkal, az embergyereknél az agy súlya és az agy szerveződése a születés után még óriási változásokon megy keresztül. Tehát mi sokkal többet alakítjuk az agyunkat az ember az első életében, meg egészen a serdülőkorig, mint például a rokon csimpánzok. Tehát ennek, hogy hogyan is alakul, az alakulás lényeges mozzanata nem csak az idegszövet mennyiségi növekedése, hanem a kapcsolati hálózatok kialakulása. Tehát a sok milliárd idegsejt között sok százmilliárd kapcsolat ekkor kezd kibontakozni. Most elmegyünk egy kis reklámra, és utána, hogyha visszajövünk, akkor beszélünk arról is, hogy most azért a CEUN, mert hogyha beszélgetésünknek az egyik apropóját éppen ez az előadás sorozat szolgáltatja, ami ugye a CEUN lesz, fogunk majd beszélgetni. Ezzel folytatjuk a reklám után. Már vissza is tértünk a rövid kis reklámszünet után, és ahogy Robi mondta, a CEUN egy előadás is lesz erről az érdekes témáról, amiről beszélgettünk, és ennek a címe a következő: a kinek hisznek a kisgyerekek, a felnőtteknek, vagy a saját szemüknek? Na, hogy mit jelent ez a címe egyáltalán, akkor erről folytatjuk Pré Csabával. Igen. Csütörtökön délután 18 órakor, tehát délután 6 órakor a CEU központi épületében lesz az előadás. Nyilvános előadás, regisztrálni kell, de ingyenes, szívesen, szeretettel látjuk ott az érdeklődőket. Egy TV csatornán online is menet közben lehet nézni, aki nem tud odajönni. Szóval a kérdésre reagálva, igazából a kisgyerekeknél a társas tanulás működésmódja egy rendkívül fontos eszköz arra, hogy a kultúra viszonylagos önkényeit elsajátítsuk. Hiszen a minket körülvevő kultúra, gondoljunk arra, hogy a magyarban ezt a dolgot asztalnak hívjuk, az angolban table-nek, a németben tisnek, és egyik sem hasonlít hangzására, az asztal formájára a gyereknek. Ilyen önkényeket is meg kell tanulnia, amikor elsajátítja a kultúrát. És ebben nagyon nagy szerepe van annak, hogy különlegesen odafigyel a számára tekintély személyt jelentő felnőttek hordozta információkra. Az előadások azt fogják megmutatni, hogy 2-3 éves gyerekek sokkal jobban és sokkal tartósabban alakítják ki például egy tárgy használatát, hogy a bögrét a nyelénél kell megfogni, ennél rafináltabb tárgyakról lesz szó persze az előadásokban, amiket a gyerekek még nem láttak, de eredetileg ezt is meg kellett tanulni. Tehát sokkal stabilabban kialakítják ezt a tudást, hogyha azt egy felnőtt mutatja be, mint hogyha maguk babrálva alakítják ki. Ennek az a jelentősége, hogy a társaktól és a tekintély személyektől, a felnőttektől érkező információ, az mint egy megkérdőjelezhetetlenül a kultúra önkényeit adja számunkra. Ha nem így lenne, állandóan rákérdeznénk arra, hogy miért éppen asztalnak hívják ezt. Bizonyos korban azért elkezdik ezt megkérdezni, hogy miért pont az, de a gyerek keresi a motivációt pontosan az önkények között, de a társas tanulás a legfontosabb közvetítő mechanizmus, ami révén a gyerek 3-4 éves korára a kultúra tagjává válik. Azt, amit mondod, hogy amit a felnőttek mondanak, azt fogadják ugye el. Ezt mennyire kell szó szerint venni? Az jutott eszembe, ha mondjuk van egy csak 2-3 évvel idősebb testvér mondjuk, aki már tudja mondani neki, hogy nézd, ezt pohárnak hívják, az számára ugyanúgy adott és elfogadja, vagy tényleg felnőtt kell, hogy legyen, aki ezt mondja? Nem feltétlenül felnőtt kell, megbízható, nagyobb tudással rendelkező személy. A legtöbb szokványcsaládban, ahol több gyerek van, a néhány évvel idősebb nagy gyerek szintén megbízható tudással rendelkezőnek minősül a gyerek. Tehát számára az számára ugyanaz. Így van. Igen. Ezért szokták azt mondani, hogy egy kisgyerek, ha van egy nagyobb tesója, sokkal gyorsabban, sokkal könnyebben tanul, mint az első gyerek a családban, mert több modell van, ahonnan el tudja lesni a pillanatokat. Pontosan, és több idő jut rá. Nagyon sok kultúrában vizsgálják, részben a CEU kutatói is azt, hogy milyen nagy szerepe van a kultúra átadásában a felnőttek mellett a viszonylag
egykorúak közösségének, tehát a néhány évvel idősebb gyerekeknek, gondoljuk csak végig, hogy az iskolázás előtti társadalom világában a gyerekek egymás számára nagyon fontos kultúra átadó tényezők voltak. Úgy tűnik, hogy ez ma például az internet világában, amikor a gyerekek nagyon sok dolgot, például eszközök használatát nem az iskolába tanulnak meg, hanem egymástól, tehát ez a mechanizmus, ahogy egymástól tanulnak, a nagyobb tekintélyű, nagyobb tudású gyerek adja át a tudásokat a kisebb gyerek számára, újra nagy jelentőségre tesz szert. És mondjuk egyébként a mi világunkban. Veszélyeket is hordoz. Tehát ha elkezd hülyeséget mondani, a picit nagyobb gyerek az is ugye kontroll nélkül átmegy, és elkezd terjedni. Igen, azért ezt is látjuk. Átmegy. No, a többi érdekesség az majd akkor a CEUN. Csütörtökön este 6 órakor. 6 órakor, Nádor utca 15-ben. Köszönjük szépen. Úgyhogy akit érdekel a téma, akkor mehet a CEUN-ra csak regisztrálni kell. Nagyon köszönjük, hogy itt volt.